Meg is érkezett hozzánk a nagy család, de nem teljes nagyságában, hogy miért, ezt hamarosan eláruljuk. Itt is van velünk Nagy Jenő, a Makói Kórház telephelyi igazgatója, a kedves felesége, Nagyné Varga Ágnes, és legkisebb fiúk, Nagy Csanád. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, és hogy valójában tényleg nagy, de hogy miért nem is olyan nagy, mert mindenkit nem tudtatok magatokkal elhozni, igaz, Ági? Azért nem tudtuk elhozni, mert ők már külön élnek tőlünk. A legnagyobb lányunk, Zsófi, ő 29 éves, van két kislánya, a középső gyermekünk Gellért, ő 25 éves, és ő Szegeden lakik. Karácsonykor együtt szoktuk tölteni az ünnepeket, nagyon gyakran járnak haza minden hétvégén, de most csak így hárman tudunk jelen lenni a beszélgetésen. És te még otthon, család? Igen. Igen? Otthon laksz, de Szegeden tanulsz, ugye? Igen, a Ságváriba járok jelenleg. És milyen most... az iskola? Most egy kicsit kemény, mert idén fogok érettségizni, de megteszek minden tőlem telhetőt, és... Én úgy hallottam, hogy a tesód nyomdokaiba szeretnél lépni. Ő már ugye hallottuk anyától, hogy ő dolgozik, ő mit is csinál? És miért tetszik neked ez a szakma? Hát ugye gazdasági informatikus szakot végzett Szegeden, most pedig szoftverfejlesztőként dolgozik, és nekem is ez a matematika, informatika, fizikai dolgok azok, amik dominálnak. Az előbb ugye már említetted a karácsonyt, hát most már csak tényleg néhány nap van. Mikor kezdtétek el a készülődést? Nagyon korán, vagy ilyen utolsó pillanatosok vagytok, Ági? Időben el szoktuk kezdeni a készülődést, mert a 4 hetes adventi időszakot követjük, és én személy szerint ilyenkor még az új receptek nézgélődésével, keresgetésével töltöm az adventi időszak első részét, de a gyertyákat elkezdjük gyújtani. Besegítesz-e a készülődésbe? Vagy már csak a étel elfogyasztásába? Nem, tehát vannak nekem is olyan feladataim, tehát a fenyőfa beszerzés az természetesen az enyém, az én feladatom. A ételeknél is a hagyományos karácsonyi halászlét azt én szerzem be, de én is főzöm meg nagyon régóta, úgyhogy többiek megelégedésére is. Aztán mindenkinek van még a díszítésben is van kis feladat, úgyhogy vásárlásban is nagyon kiszoktam venni a részemet. Csanád, te és a tesók a készülődésben, még csak maradjunk a készülődésnél, vagy ilyenkor azért nagy hahajtás a suliba? Hát nekünk is vannak azért kisebb feladataink, amiket ilyenkor el tudunk végezni, de talán nekem és a testvéreimnek a fő feladat az a fa feldíszítése, azt általában mi hárman szoktuk végezni. És ezek klasszikus díszek? Régi, akár még a nagymamáktól rátok maradt díszek, vagy azért mindig frissítitek a repertoárt? Vannak olyanok is, meg vannak egyébként újabbak is, de azért úgy évről évre próbálunk mindig egy kicsit máshogy feldíszíteni, vagy más színeket választunk ki, hogy most ezeket fogjuk felrakni, most a pirosakat, vagy most az aranyat. Amikor ugye mi leszerveztük ezt a mai estét, hogy beszélgetni fogunk, akkor említetted, hogy angol tanárként dolgozol. Igen. És nekem rögtön fölötlött ugye az angol karácsony, az a klasszikus, a piros, a zöld, a tartammintás, hogy ezekből a hagyományokból te loptál-e valamit az elmúlt évek során a családi ünnepekbe? Az angol hagyományokból inkább az angol dalokat szoktuk énekelni otthon is, gyerekekkel, iskolában is. Különösen kedvenc a Jingle Bells, a Red Nose Reindeer. Szenteste és karácsonykor, amikor várjuk a vendégeket, amikor főzzük a finom ételeket, akkor gyakran szoktunk karácsonyi dalokat hallgatni, köztük angol klasszikus karácsonyi dalokat is, és természetesen a magyarokkal együtt. Ha már munka, te személy szerint hogyan emlékszel vissza kardiológusként, hiszen azért az ügyeletből, hogyha jól tudom, még ma is kiveszed a részed, bár már gondolom, hogy karácsonykor nem rád jut ez a feladat. Igen, hát ez az ember próbáló, főleg az ünnepi időszaknak a beosztása, az mindig komoly feladat. Ahogy mondtad, már most azért hétközben szoktam csak ügyelni, tehát ünnepnapokon már nem, de hát a 34 év, ami óta dolgozom, tehát ebből egy 25 év az úgy telt el, hogy karácsonykor, húsvétkor valamelyik napját általában
rájutott az emberre. Hát ez egy ilyen közös megbeszélés mindig az orvosok között. Törekszetek arra az intézményben, hogy a betegek számára egy pici adventi ünnepi hangulatot belopjatok a kórházba? Természetesen. Karácsonyfa, feldíszített karácsonyfa minden osztályon szokott lenni. Az egyházmegyei segítők az idén például engedélyt kértek arra, hogy énekelhessenek az osztályon lévő betegeknek, úgyhogy ez meg fog történni. Ez az orvosi szakma, ez egy speciális helyzet, én magam is tudom, hiszen az én férjem is hosszú évtizedeken keresztül ügyelt, sőt volt olyan, hogy karácsonyi szentestéjén, és ez azért igazából a családra is, a gyerekekre is, a feleségre is nagy terhet ró, hiszen ehhez kell mindenkinek igazodni. Család, ti gyerekként, először téged kérdezlek, hogyan éltétek ezt meg, hogy történt ez nálatok? Hát szerencsére, amióta én felnőttem, kevés ilyen alkalom volt, és apának inkább az előtti időszakban volt jellemző, hogy a karácsonyt a kórházba töltötte, de akkor mindig próbálunk vagy az előtte lévő napokon, vagy az utána lévő napokon egy kicsit több időt tölteni, és így bepótoljuk ezt az elmulasztott időt. Ági, hogy oldottad meg, ezt hogy hidaltad át, hogy tényleg a gyerkőcük, mert ezek szerint akkor nem éreznek ebből semmit? Egyébként szerencsések voltunk ilyen szempontból, úgy gondolom, mert Szenteste Jenő akkor vállalt ügyeletet, amikor még nem voltak gyerekek, és amikor megszületett Zsófi, utána Gellért és Csanád, utána a szentestéket mindig otthon töltötte szerencsére. Általában a karácsony másnapját ügyelte, ez volt az ő napja, és még az első napot is otthon tudtuk együtt tölteni a családdal. Egy másik dologról is beszélnünk kell, ugye a belvárosi katolikus egyház világi elnöke is vagy. Igen. Ez ilyenkor különös plusz feladatot karácsonykor ró rád. Természetesen az egyházközségnek a rendezvényein részt veszek, tehát a gyertyagyújtásokon is, ami a templomban történik adventkor, adventi vasárnapokon, de hogyha valamilyen karitatív tevékenység van, abban is részt szoktam venni. Mindig van élelmiszergyűjtés, élelmiszerosztás a templom körül, tehát az egyházközség is végez ilyen tevékenységet. Aztán a hajnali misékre el szoktam menni ilyenkor az adventi időszakban. Egyedül? Vagy a családdal? Egyedül. A 6 órát kicsit korainak érzik, hogy 6-ra odaérjenek, de én amikor nem vagyok ügyeletes, akkor el szoktam mindig menni. Természetesen aztán az ünnepi miséken meg szolgálunk a családdal együtt, úgyhogy ott az oltár körül szoktunk tevékenykedni. Hát ez nagyon jó ilyenkor, azért ez egy pluszt ad, gondolom, azért az ünnepi készülődéshez. Ugye? Vagy te hogy érzed, család? Ez egy különleges dolog, ez mindenkinek nem adatik meg. Hát igen, természetesen jó érzés az, hogy az egyházközösségben is tudok egy kis pluszt vállalni itt az ünnepi időszakban. Tesók is így vannak vele, vagy csak te veszed ki ebből a részedet? Hát mikor még ők is itt például Gellért is, amikor még Makón lakott, akkor ő is rendszeresen kivette a részét, meg Zsófi is nyilván a gyerekek előtt megtette a tűletelhetőt, aztán most meg már csak én maradtam. Érintőlegesen már beszéltünk ugye a halléről, meg említetted, Ági, ugye, hogy ilyenkor buzgón lapozgatod a recepteket. Mi az, ami hagyományos, és mi az, ami mondjuk az idén pluszként bekerül majd az ünnepi asztalra? Nálunk mindig megtalálhatóak a hagyományos ételek karácsonykor. Gondolok itt például a halászvére, amit Jenő már említett. Ezt általában 24-én délben szoktuk elfogyasztani. Szenteste mindig kerül az asztalra töltött káposzta, valamilyen halétel. Anyukám nagyon finom hidegtálat szokott készíteni, azt el szoktuk fogyasztani karácsony másnapján általában, mert ő szokott főzni első napján. Fölváltva Jenő anyukájával meg szoktuk osztani, hogy mikor, melyik nagyszülőnél vagyunk vendégségben. Szenteste nálunk van a család, és mi látjuk vendégül őket. Ez hány főt jelent? Így kezdtük, hogy van a nagy család. Igen, körülbelül 13.
13 főre kell főzni. Igen, de akkor van segítséged, mint hallottuk. Igen. Mindenki részéről. És milyen a nagypapa és a nagymama lét? Csodálatos, felemelő, boldogságos, olykor fárasztó. És munkás. Ugye majdnem 2,5 éves, ugye, a nagyobbik kislány. 14 hónap van a két csajszik között. Igen. Hát a nagyobb talán már azért érzékel idén először a karácsonyból, a Jézuskából, a gyertyából, a csillagszóróból valamit. Jól gondolom? Jó, igen, jól gondolod. Mennyire várja? Nagyon várják már egyébként. Dórika, ő a nagyobb. Ő már köti olyan eseményhez is, hogy januárban a bölcsödéből óvodába fog járni, és úgy tudja, hogy amikor jön a télapó, és utána a Jézuska hozza az ajándékot, és karácsony után ő az óvodát fogja kezdeni. A kicsi, Kata, ő még szerintem nem annyira érzi ennek a légkörnek az atmoszféráját, de igyekszünk neki is mindent megteremteni, hogy ezt át tudja élni. Általában a lányos nagypapáknak a szíve az mindig elolvad. Nem csak karácsonykor, hanem úgy minden nap. Te is így érzed ezt? Igen, természetesen. Tehát ahogy nyílnak, ahogy most az értelmük nyílik, az egy fantasztikus érzés látni. Mert azért az, ami a sajátunk volt, az már úgy kicsit a homályba merülnek, eltelik 15-20-30 év, tehát arra már nem annyira emlékszünk, és ilyenkor rácsodálkozunk, hogy milyen csodálatos az emberi lét, tehát az, hogy szinte hétről hétre, hónapról hónapra valami pluszt újat tud a gyermek mutatni. Ez a családdal töltött időszak, amikor főzünk és vendégül látjuk a családot, igaz, hogy fárasztó, de szemet hunyunk felette is. Örömteli. És örömteli, és feletteti a fáradtságunkat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és a többieknek is nagyon boldog karácsonyt, és további jó készülődést, hiszen még egy pár nap hátra van a Szentestéig. Áldott ünnepeket kívánunk, köszönjük szépen!